Jerzsi Sznopek már sokat hallott a Kecskeméti Vojtila házról, de most először járt a Lengyel-Magyar Barátság hazai központjában. Megérkezése után koszorút helyezettel Károl Vojtila szobránál, majd kötetlen beszélgetésre invitálták az intézmény munkatársai. Az eseményen a város képviseletében Hörcsök Imre, az Értékmegőrzési Bizottság elnöke és Salac László országgyűlési képviselő vett részt. Molnár Zoltán a ház intézményvezetője mutatta be a nagykövet számára a barátságközpont elmúlt közel 11 évének történéseit. Kiemelte azokat az eseményeket, amelyeken lengyel vendégeket is köszönhettek, és beszélt Vadovice várossal való régió kapcsolatukról is.